és start, elindult a viszontlátásra a handicap 2200 méteres távon, és már a Maros remekül vett az indítást, de Sziszi szemet Nagy Tamás ére fogja lovagolni, és Sziszi szem mögött pedig Lerhen színei húzódnak föl. Meg Sziszi szem, Lerhen, Mára Maros, ez az első háromló sorrendje, majd Galagonya, Almabor a lovak további helyzete. Jól együtt galopozik az egész mezőny, amikor egy kör van még hátra. 1800-al a vége előtt továbbra is Sziszi szem vezet, és diktálja az egész erős tempót, hiszen ne felejtjük, 2200 méter ennek a mezőnek igencsak hosszúnak tűnik. A középmezőny második felében tűnik fel Pakalaka Bum Bum, Icefogel tiszta fehér dresszel, ott van mellette Fejfej galoppoznak, és Menta is ugyanebben a régióban helyezkedik, amikor a lovak már a kanyarban járnak. Sziszi szem továbbra is remek tempót diktál a mezőnek, Sziszi szem, Mára Maros és Lerhen, ez az első háromló sorrendje, nincsen változás mögöttük sem. Almabor és Galagonya a negyedik, illetve az ötödik helyen, a vezető ötös ellépni látszik, amikor a lovak a túlsó oldalra fordultak. A vezető ötös nagyon jó tempót diktál továbbra is, és 3-4-5 hosszas előnyt csikarnak ki, amikor a lovak a túlsó oldal közepén járnak, lassan az ügető átjáróhoz érnek. Az üldözőket pillanatnyilag vezeti Icefogel, az üldözők is egészen jól együtt galoppoznak, de sok van még hátra, hiszen még csak az ezres táblánál járunk. Sziszi szemet már erősebben kell lovasának lovagolni, Almabor könnyen kézből galoppozik a falon, Sziszi szem, Almabor, Mára Maros, illetve Lerhen, nincsen változás a vezető ötösben, Galagonya továbbra is remekül tartja magát, és megkezdi a zárkózást, most már Icefogel, illetve Pakalaka Bum Bum is a zárkózás reményében szépen megérkezik ott a 6.-7. hely környékén. Jönnek a lovak a kanyarba, ez már az utolsó kanyar, még mintegy jó 600 méter van hátra a versenyből, egy pillanat alatt elfáradt Sziszi szem, hogy arra azért lehetett számítani, a vezetést Almabor vette át, Almabor az élen, mellette Mára Maros, Almabor, Mára Maros, Lerhen, ez az első háromló sorrendje, mögöttük jön nagy lendülettel Icefogel, egy kicsit kiebb tolta Pakalaka Bum Bumot, benne a falon pedig szépen zárkózóban van a Diós-pusztai Esti Kornél, aki szlovák tréningből fut. Almabor átvette a vezetést. Almabor 2-3 hosszra növelte az előnyét a távolstopnál. Almabor meg fogja nyerni a versenyt, vagy Pakalaka Bum Bum óriási lendülettel támad. Jön még a végén nagy lendülettel Icefogel. Almabor benne a falon meg fogja nyerni ezt a futamot. Almabor a nyerő, mögötte a második pozícióért óriási küzdelem. Almabor győz, Pakalaka Bum Bum, és a végén Icefogel megszerzi a harmadik helyezést a viszontlátásra handicapben, a szezon és a versenynap utolsó magyar galoppfutamában. Jönnek a favoritok a végén. Origáminak volt egy egészen kiváló momentum egyébként az utolsó 300 kezdetén. Hát ha így futott volna most kétszer egymás után, akkor nem lenne még mindig nyeretlen. Végül is azt gondolom, hogy a három legnagyobb játék, mondjuk talán Esti Kornéla egészült még ki az első három helyen, és hát Pakalaka Bum Bumnak volt azért nyerő momentuma. Ott a kanyarban volt egy csatájuk Icefogellel, ez már a legvége ennek a jelenet sornak. Hozzá ő képest sokkal-sokkal szerencsésebben alakult Almabor számára futam, és majd amikor az ismétlést nézzük a túlsó oldalt, tehát az sem volt mindegy, hogy ott a teljesen elfáradt Sziszi szem mellett bent a falon tudott elmenni a későbbi nyerő Almabor, ott ha azért maradt Sziszi szem bent a falon, akkor nem biztos, hogy ennyire zavartalan az útja a győztesnek. Így viszont nagyon-nagyon jól alakult számára futam, jön kívül külső barriernél Pakalaka Bum Bum, középen Icefogel, de csak a helyezés. Figyelem, a 9. futam nem hivatalos befutási sorrendje. 5-ös, 7-es, 6-os. Ismétlem, 5-ös, 7-es, 6-os. 5, 7, 6, ott kell legyen. Ott kell legyen, tehát 5-6 hetet látok. 6-7, van 5-7, 144,6 a második oszlop második fele, nem lesz hát ez rossz. Amennyire lehetett ebben a futamból papírformát kihozni, az ő nagyjából igen, annyira azért jött is. Igen, ebből a képből látszik, hogy azért Pakalaka Bum Bum talán nem önszántából megy ott kívül, de a győzelem nem ezen múlt, mert Almabor teljesen más klasszist képviselt a mai nap folyamán. Ott egy picit valóban megdolgozták egymást, mármint Pakalaka Bum Bum, illetve Icefogel. És ugye megint 2000-re futott Pakalaka Bum Bum Gönczi Rebekával, hát itt most megint azért közel volt ahhoz. Hát ez az ő távja, és akkor ezek szerint van magyarázat, hogy legutóbb 1006-ra miért maradt le, illetve a győzelme előtt 1006-ra miért maradt le.